Petec mellett őt már láthattuk a debreceni gálánál is, ugye ő kiabált be az öccsének folyamatosan. Gondosul le egy nagy totál, szerintem ez maradhatott meg neked. Nagyon jó vehemenciával megáldott versenyzőről beszélünk. Takács Alexander, szlovákiai magyar versenyző, Kempo alapokkal rendelkezik. Ugye Bősről jött azt a hatalmas, így van, ugye vízi erőművet akarták, vagy fel is építették, aztán mekkora problémák voltak belőle. Ő is olyan, mint egy ilyen igazi erőmű, emberi erőmű? Érdekes fazon egyébként, tényleg, tehát így a lénynek sem tudná ártani, még gyakorlatilag majdnem elnézést kér, hogy ide jött a kettetben. Viszont nagyon jó testfelépítése van neki, jó meccseket láthattam tőle amatőrben, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is. Minden jogot kiérdemelt arra, hogy itt legyen nálunk. Szögyényi László meg gyakorlatilag, mint hogyha pért akarna inni, gyakorlatilag úgy érkezett be az HFC ketrecében, teljesen fel van spanolva. Nyilván ugye az öccsének a veresége az még több motivációt adott neki arra, hogy a legjobbat hozza ki magából, és hát ugye bizonyítani akar a magyar közönség előtt egy külföldi ellen. Na nézzük akkor, érdekel, kíváncsi vagyok a másik Szőgyényire, hogy ő is tudja a maratoni mérkőzések csinyát-binyát. Ugye a testvére 15 percet küzdött Egeresivel a műsor első részében. Annyi titkot elárulnék, hogy Attila nem mondta le a mérkőzést ugyan, de kisebb légúti panaszokkal érkezett a mérkőzésre. Lehetett az előbb látni is, hogy köhintett egyet. Mondjuk úgy, hogy meg volt fázva, de nem hátráltatta a mérkőzésben. Nem mondta vissza a meccset, és ez egy respekt, azt gondolom mindenféleképpen. És fordított talapállással kezdi a mérkőzést. Hoppá, egy hihetetlen jelenet. Micsoda erőben van Takács. A minden itt neki. Aztán úgy oda vágta, hogy kell ellenfelét. Úgy ő birkózott, ha jól tudom, hosszú-hosszú éveken keresztül. Így van. De szerintem az túl magas volt. Ahhoz a súlyhoz, ami jelenleg van rajta. 84 kilóban, ugye, tehát most, ha megnézed például, ugye Lacit is azért jó alacsonyabb nála, az önökebb testalkat, tehát más a testfelépítés, illetve a súlyelosztás. Próbálkozik itt most egy térfeszítéssel, amit próbál Laci védeni. Kijön belőle, és felugrik a háttára. Szögyényi fél, hátsó folytás, kísérlet. Amatőrben ő is egyébként rengeteg mérkőzés nyert. Veszélyes helyzet, megint. Megpróbálja ezt a guillotine-t valahogy eladni, Szögyényi. Nem sikerült a hátsó folytást. Hogy de szép ez a dobás! A birkózás! Igen! Ritka egyébként ilyen slamet látni nálunk. Én nagyon örülök neki, amikor egy ilyen régi, jól beidegződött, tényleg alapsportákból érkező mozdulat megcsillan, ez brilliáns mozdulat volt. Tényleg egy ilyen klasszikus 5 pontos akció. A Szőgyényi van alul, egy pici levegőhöz talán juthat. Ütni hogyan lehet az ellenfelet? Ökölbe szorított kézzel, tenyérrel, kézháttal, az ilyenkor a szabály. Ökölvívó és kickbox ütés technika engedélyezett MMA-ban, nyitott tenyeres ütés nyilván nem. Tehát ököllel, kalapácsütés, forduló kézhátütést, ez mind-mind szabályos technika. Szőgyényi most szinte eltűnik Takács alatt, aki tényleg úgy kezdte a mérkőzést, mint egy bulldozer. Igen, úgy gondolom, hogy a slam után kicsit, mintha tanástalan lenne, hogy akkor most mi is történik. Mert hogyha valakit már dobott el birkózó, akkor tudja, hogy mindent át most Laci, főleg, hogy utána érkeznek ugye az ütések, meg kontroll alatt tartják. Maga!
próbál pozíciót fogni Takács. Hoppá, hoppá, ott egy karfeszítés is kialakulhat, ha nem vigyáz. Jó, megláttad. Bizonyám, jön a debreceni fiú, és vége? Így van. Hassza! Gyönyörűen kihúzta azt a kar. Egy villanás volt csak, és már game over. Hú, micsoda technika, még most se hiszi el Takács. Igen, tulajdonképpen végiguralta a mérkőzést. Az első hírig után. Szenzációs győzelem Szőgyényitől, hát akkor visszavágott a tesó vereségért. Igen. A maga módján. És egy 84 kilós döntőben tudhatja magát. Lesz neki egy mérkőzése, amit láthatunk is. Tehát a középső találkozót Szőgyényi László nyert egy olyan technikával, amit nyugodtan lehetne mutogatni a neten. Szóval Dávid és Góliát mérkőzését Dávid nyerte. Hát olyan mérkőzést vívtak, hogy ilyenkor az ember egy-egy csettint, és azt mondja, hogy de jó lenne látni egy visszavágót. Igen. Nem hangsúlyozni, hogy ez nem már egy pillanaton múlik mindig egy meccsnek a végkimenetel, tehát bármelyik pillanatban meg lehet fordítani. Elég, ha hibázik, vagy kihagy ez a bizonyos gépszíj, és ugye jó szeme van hozzá, jó pillanatot tud fogni a másik fél, akkor azonnal tud rá reagálni. Máté Pál, a Sporttelevízió főszerkesztője, és bábáskodik ott a díjátadásnál Táncos Gáborral együtt. Ez érik, hogy ez Mikulás csomag. És a gálának még nincs vége, hiszen hamarosan következik Nagy Kristóf és Alexandru Jantok összecsapása, tehát egy magyar-román párharc.